2013. augusztus 20-án immár 5. alkalommal került megszervezésre Dévabányán a Kuruc sportja elnevezésű program. Szokásokhoz híven most is a hagyományok és a hagyományőrzés állt a középpontban. Kézműves foglalkozások, éjász és csikós bemutató, kiállítás, felvonulás, na és persze kuruc és népzene várta az ország ünnepén a sáréti település lakóit. Hát az onnan jött, hogy mi akkor még Pesten laktunk, de már akkor megvolt a vendégházunk, a Kuruc sporta, és hát itt voltak különböző, mert nagyon sok helyen vannak rendezvények 20-án, csak mi úgy éreztük, hogy a hagyományőrzés egy kicsit háttérbe szorult, itt azért mindenféle mazsurettekkel, meg minden egyéb oda nem illő produkcióval. Mi úgy gondoltuk, hogy kellene a mi hagyományainkat ápolni, a házunk is olyan, hogy úgy néz ki, és először ott rendeztük meg, tehát egy felújított régi parasztház az összes díszítésével, hangulatával, külső kemencével, pedig nagyon jó hátteret adott a rendezvénynek, csak már odáig fejlődött a dolog, hogy már szűk volt a hely, és így áthoztuk ide, de a célunk mindenféleképpen a 20-ai, augusztus 20-ai ünnepségnek a hagyományőrzés, és hogy igen, és a történelmünkre emlékezzünk, tehát hogy van mire emlékezzünk a magyar történelemből. Az egész napos program három helyszínen zajlott. Délelőtt az autós csárda mögötti füves területen várták a gyerekeket és a felnőtteket. A rendezvényt Dékán József önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki nagyon jó kezdeményezésnek tartja a kuruc sportját, ami az évek során már egyre inkább kinőtte magát, egyre több embert vonz augusztus 20-án évről évre. A rendezvény neve azt tükrözi, hogy a bányai emberek mindig kiálltak az igazság mellett, mi, sárejti emberek minden időben, minden jó ügyért harcoltunk. Jöhettek ellenünk tatárok, törökök, rácok, labancok vagy osztrákok, mi minden talpon tudtunk maradni, mert igazi kurucvér folyik az ereinkben. 1677-ben Tököli Imre, Felső Magyarország későbbi fejedelme írta: megindulánk éjfél után, Ványa és Túr fel. A tököli felkelés vezére 1678 elején Ványából indította a kuruc sportjait, Ványa a hadak közötti bajlódás közepette is biztos pont volt, hiszen ide tért vissza 1678 év több hónapján keresztül. Mi ványaiak nem csak harcoltunk, hanem elláttuk a kurucokat. Méltán büszkék lehettünk elődeinkre, férfiainkra, asszonyainkra, és a kuruc sportja rendezvénnyel nekik állítunk emléket 2013-ban 5. alkalommal. A kuruc sportja évekkel ezelőtt Dévaványa város képviselő testülete és több civil szervezet támogatásával, kiemelten a Nagycsaládosok Egyesületével, a kuruc sporta, a Berecki Imre helytörné gyűjtemény és a múzeumbarátok köre együttműködésén alapulva indult el. Célunk, hogy augusztus 20-án kultúrát formában, szórakozva és sokaknak kedvére téve felhívni a figyelmet. Magyarok vagyunk, büszkék lehetünk őseinkre és történelmünkre. A kuruc kifejezés mindig is virtus jelentett. Minden évben ezért csikósok, zenészek, táncosok mutatták be művészetüket, tavaly törökök és kuruc hagyományőrzők voltak a program fő előadói, idén ismét kuruckori zenét, citeraszót hallhatunk. Táncosokat, íjászokat láthatunk, csikósokat, és megnézhetünk egy új kiállítást a Berecki Emlékházban a Kossuth utcán. Augusztus 20-a Szent István az államalapító ünnepe, rendet és törvényt jelentett, valamint évszázadokon keresztül ekkor fejezték be az aratást, ami azt jelentette számunkra új kenyér, új élet, ami remélhetőleg kitart egy esztendeig. A kuruc sportja során rendeztünk már történeti, negatívos, kurucos kiállítást, ebben az évben textil munkákkal készültünk. Változott a helyszín, minden esztendőben egyre többen vagyunk, ezért most a csárdánál kezdődnek a programok, s remélhetőleg mindenki megtalálja magának való elfoglaltságot. Csínom Palkó, Csínom Jankó, Csontos Karabélyom, szól a mindenki által ismert kurucnóta.
Én, mint városi képviselő és a kurusportja kezdettől fogva egyik támogatója, kívánok mindenkinek jó szórakozást és tartalmas elfoglaltságot a mai napra. A megnyitót követően lovas és ijász bemutató várta a megjelenteket. Helyi és környékbelül népművészek és hagyományőrző csoportok kaptak bemutatkozási lehetőséget ezen a napon. Nagyon szeretnénk, hogyha helyiek is, de a kézműves programban lesznek helyiek. Hát nyilván, hogy a fellépőket itt a környékbelieket hívtuk meg. Az íjászok például Szeghalomról jöttek, a csikósok is Békés megyéből, és hát igyekszünk a környéket is bevonni ebbe a dologba. Végis egy térség. A Kuruc sportja egyik vendége idén a Körössáréti Hagyományőrző Íjász Egyesület volt Szeghalomról. Elsődleges és legfontosabb céljuk az ifjúság számára olyan lehetőséget biztosítani, ahol a szabad idejüket hasznosan eltölthetik, valamint hogy megismerjék és közelebb kerüljenek az évezredes magyar hagyományokhoz. A Kuruc sportjára egy kis bemutatóval érkezett a csapat, majd lehetőségük volt a gyerekeknek kipróbálni az íjászatot. Már tavaly felkértek volna bennünket erre a rendezvényre, csak tavaly nem tudtunk eljönni, így most idén maradéktalanul teljesítettük a felkérést, és eljöttünk. Történelmi íjászatból adtunk kis ízelítőt, valamint a különböző hangkeltő eszközöket mutattunk be a műsorunk első felében, második felében pedig a közönség kipróbálhatja a általunk hozott íjakat, eszközöket. Gyerekek mennyire bátrak, mennyire merik kipróbálni ezt a, vagy az íjászatot? A gyerekek sokkal bátrabbok, meg sokkal nagyobb a kedvük ezeket kipróbálni, mint a felnőtteknek. Főleg van olyan bátorsági próba, mikor karikással csapjuk ki a kezükből egy faágat, és a gyerekek szokták elvállalni, csak felnőttek nem. Általában mi a jellemző? Mondjuk most, ahogy így oda nézek, inkább fiúk vannak azok, akik ki akarják próbálni ezt az íjászatot. Lányok is megtaláltok, vagy még a fiúk azért túlnyomó többségben vannak? Hát meglepő, a férfiaknak az a baj, hogy nem merik bevállalni azt, hogyha rosszul lőnek. De a hölgyek, a lányok, azok meg kifejezetten élvezik. Van olyan hölgy, aki sokkal jobban lő, mint férfi. A hölgyeknek sokkal jobban tetszik az íjászat, mint a férfiaknak. Az íjászok mellett csikósok is érkeztek a programra. Ahogy a képeken is jól látszik, kicsi gyerekek és felnőttek egyaránt ismerkednek és foglalkoznak ezzel a mondhatni népi mesterséggel. Honnan érkeztetek erre a mai napra ide Dévabányára? Bakonszegről, Fótáról és Komádiból. És ti egy egyesület vagytok, vagy pedig külön-külön foglalkoztok ezzel? Hát külön-külön foglalkozunk, csak így vagyunk hárman együtt, így barátok, haverok, azt így szoktunk járkálni. Te személy szerint mióta foglalkozol ezzel? Hát egy olyan 5-6 éve formán csináljuk, így szerintem mind a hárma. Több helyen láttam már én személy szerint csikós bemutatót, illetve itt is azért figyelgettem, hogy mi az, amit csináltak. Hogyan lehetne bemutatni egy-egy ilyen bemutatót itt szóba, hogy mi az, amit próbáltok bemutatni a közönségnek egy-egy ilyen bemutató alkalmával? Hát a lófektetést, hogy régen, ugye, hogy a zsandárok, rendőrök elől, úgymond a zsandárok elől, hogy bújtak el a betyárok végül is, hogy lefektették a lovat, hogy akármilyen nagyobb fűbe is meg tudjanak bújni. Mennyire könnyű vagy nehéz ezt megtanítani a lónak, vagy mennyire muszáj ezt, hogy összhangban legyetek a lóval, és mondjuk régebb óta ismeritek egymást? Hát ez attól is függ, hogy a ló milyen hamar tanulékony. Valamelyik hamar megtanulja, valamelyikkel többet kell foglalkozni, kínlódni vele, amire rájön, hogy mit is akar tőle az ember. Szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol te nemes ágyadban. Ma vagy vígan táncol szabott húriádban. Sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban. Ne higgy, mert igen, megtréfál az reménység. Más nótát fúj néked idegen nemzetség. Nézd el csak, mint regnál rajtad az németség. Már az te országod, életed is kétség, életed is kétség.
Ez ugye a hortobágyi viselet, a bőszárú nadrág ing fekete mellénnyel, ugye a csikós kalap benne a darutolla, meg ugye a derékszéj a bicskatartóhoz. Milyen sűrűn szoktatok ilyen bemutatókra járni? Hát ez is változó, attól függ, hogy van lovasnak, hogy kapunk meghívást. A program délután egy kis felvonulással folytatódott, az autós csárdától indult a menet, útba ejtette a mesterségek házát is, ahol a különféle népi mesterségekben nyerhettek betekintést az érdeklődők. 2012-ben beleadtuk, illetve pontosabban újra rendelkezésre bocsájtottuk a Berezki Emlékházat, és létrehoztuk benne a mesterségek házát, amely állandó kiállítás, tehát régi mesterségeket mutatunk be. Így teljes kiállítás mesterségeket állítottunk ki. Cipész, szabóműhely, kovácsműhely, kerékgyártóműhely, kötélgyártóműhely, köszörűsműhely. A Kuruszpotya rendezvényhez a Berezki Imre helytörténeti gyűjtemény minden esetben csatlakozik egy kiállítás megnyitóval. Az előző években milyen kiállítások kerültek megnyitásra? Szerencsénk van, hiszen a Berezki Imre helytörténeti gyűjtemény nagyon sok anyaggal rendelkezik, tehát ezért történelmi, igazi kuruszkori, dévaványai történelmi kiállítást tudtunk rendezni, és akkor jött a tenkes kapitánya, akkor voltak fiataloknak a alkotásaiból, amelyeket kimondottan a kurucokról szóló alkotások, tehát festmények, rajzok. Ilyen pályázat volt? Nem pályázat volt, hanem kimondottan a Kuruszporta rendezett egy tábort, amelyben a gyerekeket felkérték, hogy a kuruckor és dévaványa történelmét örökítsék meg. Ezekben természetesen szerepelt kuruckori alkotás, dévaványának a templomtornyai éres alkotásai, tehát nagyon sok minden szerepelt benne. Tehát minden esztendőben a kuruckori emlékekhez kapcsolódóan rendezünk kiállítást. A Kuruszportjához idén is csatlakoztak, most egy textil kiállítással. Az idei tárlat a Fontam, Fontam én mindig, három télen ígit címet viseli, melyet Novák Imre polgármester úr nyitott meg. A Kuruszportja megvalósításában tevékenyen részt vesz a Berezki Imre helytörténeti gyűjtemény, a Kuruszporta tulajdonosai, több civil szervezet és anyagi támogatást nyújt a városi képviselőtestület, és több magánember és vállalkozó is. A kurusz kifejezés a 17. és a 18. században Magyarországon vívott Habsburg ellenes felkelésekben észrevő katonákra, vitézekre és a velük rokonszenvező lakosokra vonatkozott. Szó eredete Bél Mátyás szerint Bakósz Tamás bíboros esztergomi érsek által meghirdetett török elleni keresztes hadjárathoz, ami a Dózsa György által vezetett parasztfelkelésbe torkolt, vezethető vissza. Éjfél után mindjárt megindulnánk Konyáról, az a végbeliek pedig mentek egyenesen a maguk vátéjába, Ványa, Stúr felé. Idézet az 1677 decemberéből származik, és egy fiatal, mindössze 20 éves gróf írta a naplójába. Azt hiszem, nem okoz meglepetést, ha elárulom, hogy a fiatal gróf Tököl Imre volt. Ványa, tehát mondatni, hogy kezdetektől kezdve kivette a részét a kuducok támogatásból, a kuduc harcokból. Kezdetektől otthont adott a bujdosoknak, Tököli pedig még észak-kelet-magyarországi bányavárosok megszerzéséért indított 1678-as évi hadjáratának előkészítése kapcsán járhatott, 1678 telén és tavaszán, Ványán és annak környékén. Dévaványa méltán büszke lehet elődeire, s a rendelkezésre álló írott és tárgyi emlékek tanúsíthatják a vitéz kuruszknak dicsőségét. A mai napon egy új kiállítás nyílik. Fontam, fontam, én mindig. Három télen két igít. Című textil kiállítás. A Berezki Imre emlékházban 2012-ben nyitottuk meg a Mesterséges Háza címet viselő állandó kiállítást. Dr. Berezki Imre 1912-ben született Dévaványán, Debrecenben végezett történelmi földrajzszakot, majd részt vett Ecsed István néprajzi gyűjtő útjain, csatlakozott György István táj- és néprajzkutató mozgalmához.
Rendszeresen gyűjtötte Dévaványa és környékének szellemi, tárgyi hagyományait. Neki köszönhetően többek között az is, hogy 2000-ben muzeális intézményét nyilvánította az intézmény, több ezer üvegnegatívval, régi negatívokkal, képeslapokkal, fényképekkel, néprajzi, régészeti, ipartechnikai tárgyakkal, adattárral és levéltárral rendelkezik. Dr. Bereszki Imre adattári gyűjtése adja meg a kiállítás címét, mely egy régi feledésbe merült Ványai közmondás, fontam, fontam én mindig, három télen két igét. A kenderből szálak lettek, a szálakból törölközőt szőttek, a vászonból lepedőt vagy pendelyt, sok-sok munka, amit megbecsültek, nekünk meg kell ezt őrizni az utánunk jövő korszak számára. A kiállított darabok között helyi alkotók munkái lelhetők fel, a hagyományos népi motívumok pedig szinte minden darabon fellelhetők. Most a rendelkezésre álló helyen a dévaványai asszonyoknak, azoknak a háttérbe szoruló munkásságát szeretnénk bemutatni, tehát textilkiállítást nyitunk meg, teljesen a kenderfeldolgozás elejétől kezdve, a vetéstől, áztatástól kezdve, egészen a gyönyörű szép szövésig és hímzésig bezárólag. Azt lehet tudni, hogy körülbelül hány dévaványai asszonynak a munkái kerülnek a mai napon kiállításra? A múzeumnak nagyon sok régi textil alkotása van a tulajdonában, hát olyan 15-20 dévaványai asszonynak a munkája látható, kiegészítve ezekkel egy-két a textil munkához mindenképpen szükséges tárgyal, tehát a szövőszékkel, amely nagyon-nagyon régi darab, vagy például a gerebennel, a nagyon régi, több mint 150 éves rokkával, tehát hogy nagyon sok olyan régi eszköz is bemutatásra kerül, amelyhez azért a férfiaknak is köze volt, tehát a kenderfeldolgozás azért férfi munka volt, tehát a vetéstől kezdve egészen az áztatásig és az eszközöknek az elkészítéséig bezárólag az férfi munka volt, később pedig a nők vették kezébe a kenderkócot, a kenderszőzt, és alkottak olyan csodálatos dolgokat, amelyeket a kiállításon bemutatunk. Szegény magyarság, mit gondolsz magadban? Azt tudod, jól nyugszol te nemes ágyadban, avagy vígan táncol szabott húriádban, sípoltatod magad kárpitos házodban, kárpitos házodban. Ne higgy, mert igen, megtréfál az reménység, más nótát fúj néked idegen nemzetség. Nézd el csak, mint regnál rajtad az németség, már az te országod, életed is kétség, életed is kétség. Megkért és megkérik tőled az porciót, bármegyékre osztják számtalan sok adót. Megnézik házadnál tekintses ládádat, elvonják alulat paplanyos ágyodat, paplanyos ágyodat. A program a Kuruc Sportán folytatódott, ahol kuruckori zenékkel szórakoztatta a közönséget Buda Ádám és barátja. Ó, édes pajtásom, hogy ne búsulkodnék, időn az sok gondok rajtam uralkodnak, sok gondolkodások szüntelen fárasznak, minden órán engem elmémben bágyasznak.
lányom, ki van az oldalam. A sok foltul ugyan, nehéz a nadrágom, hátam lapockáját veri az kalkalgom. Rongyos mentés ném is alig vállamon. Igen, szűkön hagyom, torzsalék sem hever most a starsolyomban, pénzem pedig nincsen most az oldalamon. Kiürült a gyűszűm, elkölt jóhullásom. A lovam lábáról leesett a patkó, az ki rajta van is, az is nem igen jó, ha nem patkoltatok, elromlik a jó ló. Ló nélkül pedig én nékem nem igen jó. Az farkas bőrömnek lekopott a szőre, háló palackom a szegen mélepte, kargalózik rajtam az tető serege, mert szennyes az ingem, nincs ki fején sem. Ezvel seget szerzém keserűségemben, az nagy ínség miatt Nógrád vár megyében, 1668 esztendőben. Megvervén az Isten nagykor elségemben, 1668 esztendőben. Megvervén az Isten nagykor elségemben. A zeneszó mellett a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várták. Volt fafaragás, gyöngyfűzés, csuhébaba készítés, és itt-ott a népzene is felcsendült. Gyerekeknek megmutatom, hogyan kell marok edényt csinálni, ami egy ősi első dolog, hogy markunkból egy agyag rögből hogyan lehet egy picike kis edényt kezdetlegesen is elkészíteni. Ezzel kezdődött tulajdonképpen a több ezer évvel ezelőtt is a kerámiák meg a fazekas edények készítése. Milyen mintákat tesznek bele a gyerekekkel? Hát igen, nyilván a legelső mintákat, amit vonaldíszes kerámiának hívják, tehát egyszerű vonaldísz, hogy vörös agyagba egy másik színű agyagot nyomtak bele, és akkor készen lett a mintája. Vagy pedig egyszerűen még olyan módszer is van, csak új beggyel lyukakat készítenek rá, benyomatokat. Mindjárt mutatok egyet. Ez az, amit az újabbkori kerámiában is simán lehet alkalmazni. Nagyon egyszerű, csak megnyomkodjuk és kész. És milyen anyagokkal színezik be ezeket az elkészült kis dolgokat? Hát a színezés az nagyon a másztól függ, és azon kívül az alapfestéktől
vannak színes mázak, akkor nem kell más alá, de hogyha nincs, akkor ezekkel úgynevezett engóbbal festjük, és az égetés során nyeri el a színét. Attól függ, milyen égetési módot alkalmazunk, hogy elektromos kemencében, vagy pedig a japán technika szerinti rakukemencében égetünk. Az egy nagyon érdekes színvilágú dolgot ad. Ez a rakukemencés égetés után a mázban lévő fémek a felszínre, a redukciós folyamat útján a felszínre kiülnek. És akkor itt a rész mutatkozik meg, és akkor fényes csillagó lesz, ami mindig egy ilyen sejtelmes hatást mutat. Gyerekek, akik ide jöttek a mai napon és próbálgatják ezeket, mennyire ügyesek? Hát mennyire ügyesek? Mennyire kreatívak? Ügyesek, mindegyik gyerek alapvetően a kezében van minden embernek. Ezt meg lehet nézni, hogy egy ilyen első megmutatásra is már ilyen kis helyes edénykét tud csinálni bármelyik gyerek, vagy mondtam, hogy ne a lóval és a csikóval kezdje, csináljunk kígyót. Ugye az a legegyszerűbb módi, de alapvetően ügyesek az emberek, tehát ebben nincs különbség, azt kell mondanom, csak később aztán van, aki szárnyal, és hát ugye sokkal jobban, nagyobb a kézügyesség, azért el lehet képzelni, de akinek kevésbé az, kevesebb a kézügyessége, szorgalommal minden utolérhető, azt mondom ezen a területen. A nap fénypontja a nemzeti malac vágta, sajnos nem sikerült, a malacok nem akartak menekülni, így elkapni sem lett volna túl nehéz őket. Végül az aréna átalakult állatsimogatóvá, a fődíj malacot pedig kisorsolták a nevezők között. Csak rebell is, ellened főtámad házadban százszor is, szabadságod ellen kikerget tízszer is, egy órában téged fenyeget százszor is, fenyeget százszor is. Ez ennyi hány versek Magyarország dolgát, mutatják és írják nagy nyomorúságát, mert ő elvesztette régi igazságát, jó Mátyás királynak drága szabadságát, drága szabadságát. Az 1600-ban és 97-ben az pünköst havának második hetében írám ez verseket szomorú szívemben, az Magyarországban való nagy ínségben, való nagy ínségben.